Érdekel a speciális szükségletű gyermekek nevelése, és ugye valamilyen szinten ez az ADHD is beletartozik, és ezért döntöttem úgy, hogy szeretnék eljönni a konferenciára. Két előadót hallottam eddig, és mindegyik maga nemében kuriózum volt, és nagyon érdekes. Egy olyan szakember nyitotta meg, aki érintett szülő is, és elmesélte, hogy hogy jött létre ez a projekt. Több kulturális hátteret egyeztettek a szakemberek, megoldásokra törekedtek, hogy szakanyagot készítettek, amelyek nem csak végre a szakmának szólnak, hanem az érintett szülőket is megtalálják és támogatják. Az elmúlt évek alatt megsokszorozódott az olyan gyerekek száma, akik sajátos nevelési igényt kívánnak. ADHD-s gyerekekkel dolgozom, foglalkozom, és nagyon-nagyon szerettem volna ebbéli tapasztalataitokat, illetve a jó gyakorlatokat, a példákat aztán tovább vinni. Bár egyre többet foglalkoznak ezzel a területtel, az ADHD-val, ez még mindig nagyon nagy probléma ma. Nekem kislányom van, valamivel könnyebb a téma, a fiúknál ez nehezebb terület, ugye az agresszivitás az nagyon megtolja ezeket a széles palettán található viselkedési anomáliákat, viszont mindannyiunk érdeke társadalmi szinten is az, hogy ezt kordába tereljük, megoldást találjunk rá, nyer-nyer stratégiákat dolgozzunk ki, és segítsünk a gyermekeinknek. Az én gyermekem is ADHD-s. Rengeteg problémával küzdöttünk meg, most már 30 éves, úgyhogy sajnos, hogy csak most tudta meg ezeket a dolgokat, nem akkor, amikor kicsim volt és szenvedett az egész család, és gondoltam, hogy ha most találkozok ezekkel a gyerekekkel, akkor sokkal többet fogok tudni segíteni, és segítőkezet nyújtok a szülőknek is. Felnőhet egy olyan generáció, aki nem frusztrált lesz, és gyilkos indulatokkal, negatívan, borúsan nő föl, depressziósan, szorongósan, hanem esetleg öntudattal, és úgy, hogy ő maga is kezelni tudja a saját dolgait, mert ismeri, és kézben tudja tartani már felnőtt korában. Nekem ez a célom ezzel, hogy itt vagyok most. Én tulajdonképpen az egész napot hazaviszem. Számomra nagy öröm volt, elsősorban az, hogy a Rábe által szervezett konferenciák és továbbképzésekben ott van az emberek iránti odafigyelés, a szeretet és a szakmai minőség. Megváltozott a hozzáállásom az egész témához, a gyerekekkel a viselkedés, az, hogy megpróbálom őket valóban megérteni és úgy közelíteni hozzájuk, hogy nem vagy rossz gyerek, hanem szeretni kell téged és meg kell téged érteni, mivel rossz gyerek nem létezik.